Jó estét kívánok az Oxigén televízió nézőinek! Önök az esti híradót látják február 2-án pénteken. Kezdődik a Tompa Eszter ügy tárgyalása a győri törvényszéken. Katolikus gimnázium lesz a tatabányai bányakórházból, és Sopronban játszatja a női kosárlabda Magyar Kupa 8-as döntőjét a CMB Calgoni Győr. Hamarosan jönnek a részletek, de előtte nézzük a mai kiemelt témáinkat röviden. Egyedülálló újítást vezet be a győri Petszaladár Kórház. A betegek azonosítására szolgáló csuklópántokkal követni is tudják a paciensek mozgását. Több százezer forintnyi kárt okoztak Tápszer Miklóson a sorozatos betörésekkel. Az elkövetők az óvodában és az iskolában is károkat okoztak. A Bukarest ellen elveszített első középdöntője után győzelemre készül a győri Audi Advokácia női kézilabda bajnokok ligájában. A hétvégén felhős, szeles, de csapadékmentes időre kell készülni. Részletes időjárással híradónk végén jelentkezünk. Az országban egyedülálló betegbiztonsági rendszert építhet ki a Petszaladár megyei oktatókórház Győrben. A beruházásnak köszönhetően a páciens nem csak beazonosítható lesz, követni is tudják, hogy merre jár a kórházban. Az intézmény főigazgató főorvosa azt mondta, pályázatuk azonnal támogatókra talált, jelenleg a közbeszerzés zajlik. Ilyen órára emlékeztető karszalag kerül majd a betegek csuklójára a győri kórházban. Az intézmény főigazgató főorvosa azt mondja, fontos, hogy a pácienseket mindig pontosan tudják azonosítani. A kiépítésre váró rendszer ezt fogja gördülékenyebbé, biztonságosabbá tenni. Az eszközben egy csip lesz, rajta a beteg minden fontosabb személyes, illetve kórházi adatával. Nyilvánvaló, hogy az azonosítás aztán ennél sokkal messzebbre mehet, hiszen hasonló módon az ő számára fontos dolgokat is, akár vonalkód alapon, vagy bármilyen egyéb rögzítő kódon hozzárendeljük, és akkor a neki készített infúzió az ő csipjével azonos kódot kapva biztonságosan ő hozzá fog kerülni, és ő fogja megkapni. A műtőasztalon megnézve pontosan fogjuk tudni, hogy nem csak megkérdezzük, hogy hívják, hanem megnézzük, hogy tényleg arról a betegről van-e szó. A csip segítségével követni is tudják majd a betegeket, főleg azokat, akik életkoruk vagy betegségük miatt nem biztos, hogy tudják, merre járnak. Nekünk meg kell szerezni jogot, hogy a beteget követhessük az intézményen belül, de lesznek olyan a csipet követő kapujaink, amik jelzik, hogy melyik szektorból merre fele tart, hogy tényleg a röntgenben van-e most az a beteg, vagy esetleg az udvaron keresztül megpróbál elszökni, vagy elmenni, vagy eltévedt. Tamás László János elmondta, a győri kórházban is történt már hasonló eset. Volt egy nagyon idős betegünk, aki elment úgy az ápolási osztályról hidegben, hogy közben nem tudtuk, hogy merre jár. Tehát én azt gondolom, hogy ez több irányú és továbbfejleszthető betegbiztonsági rendszer, és annak a technikai megvalósítása. Emögött egy 200 millió forintos uniós forrás pályázati lehetőség áll. Kiépítenek egy wifi rendszert is, a betegadatokat pedig az orvosok és az ápolók akár okostelefon segítségével is kiolvashatják a chipből. Ezeket természetesen bizalmasan kezelik, a papír alapú dokumentumok azonban még nem tűnnek el egy ideig. Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik, már többen jelezték részvételüket. Várhatóan még az idén 1,4 milliárd forintot kap a tatabányai bányakórház, hogy azt katolikus gimnáziummá alakítsák át, olvasható a magyar közlönyben. Mindenről kormányhatározat döntött, ahol azt írják, a Modern Városok program keretében a romos állapotú műemlék jellegű épületet 3 év alatt 3,5 milliárd forintból kell rendbehozni. A több mint 100 éves épület egykoron állami tulajdonban volt, de 2016-ban parlamenti határozattal a Magyar Katolikus Egyháznak adták. A magyar építők egy korábbi cikke szerint a gimnáziummá alakítás terveit Tatabánya főépítésze, Damokos László készítette, aki tavaly ősszel az MTI-nek elmondta, az épületben egy 4 szaktanteremmel kiegészített 12 osztályos gimnázium helyezhető el, az ingatlan alaksorának, 2 szintjének és tetőterének hasznosításával. Egy éjszaka alatt az óvodába és az általános iskolába is betörtek Tápszent Miklóson.
Hasonló esetre másfél évtizede nem volt példa a településen. A kár több százezer forint. Ráadásul az elmúlt hetekben Győr-Moson-Sopron megyében több kísértetiesen hasonló betörés is történt. Ugye a szúnyoghálót levette, ide le volt támasztva, és akkor itt feszített neki csavarhúzóval ezeken az a pontokon, ahol ugye az ablaknak az árja van. Azt mutatja a Tápszent Miklósi mocorgó óvoda vezetője, hol törtek be az épületbe. Reggel nyitáskor szembesültek vele, hogy valaki felfeszítette az ablakot és felforgatta az épületet. Itt az óvoda vezető irodája van, hát itt elég szépen rendbe tették az ajtót, betörték, és itt is feltúrtak mindent. A tettes nem vitte semmit, nem talált értéket. A gyerekek hifitornyát viszont bekapcsolta, így találták meg ugyanis reggel. Az egyértelmű volt, hogy a gyerekeket aznap nem tudják az óvodában fogadni. Fogadtuk itt, akik ide érkeztek, és akkor hát röviden mondtuk nekik, hogy mi történt. Addigra polgármester úr megbeszélt a helyi igazgató úrral, hogy az iskola torna termében tudjuk a gyerekeket fogadni, azokat, akiket esetleg nem sikerül nagyszülőkhöz elvinni. Ez a terv azonban meghiúsult, mire az iskolai igazgató beért, kiderült, hogy az óvodától alig néhány száz méterre lévő iskolába is betört valaki. Végigjárva az iskola épületét tapasztaltam, hogy a tanári szobában, illetve az igazgató irodában, szertárhelyiségben mindent felforgattak. Szétszórt papírtörmelék, könyvek, mindenütt. Itt az osztályokban nem ment be a tettes, így az iskolában a megszokottan rendben tartották az órákat. Az egyik tanár pénztárcája viszont eltűnt, és a rongálás nyomai még itt is látszanak. A biztosítót várjuk, hogy megnézze. Hogy pontosan mekkora a kár, az majd a kárfelmérés után derül ki. Egyelőre mindkét helyszínen 2-300 ezer forintra becsülik. Hál' Istennek azért Tápszent Miklóson a bűncselekmények száma elég alacsony. Az elmúlt évben például az egész településen egyetlen egy bűncselekmény volt. Ilyenre, hogy az intézményünkbe betörnek, körülbelül 15 éve volt példa. A megyében egyébként már több településen ébredtek arra a helyiek az elmúlt hetekben, hogy valakik betörtek az épületeikbe. A rendőrség lopás miatt eljárást indított, ugyanakkor a nyomozás érdekeire hivatkozva bővebb tájékoztatást nem kaptunk. A jövő héten, egészen pontosan február 8-án kezdődik a győri törvényszéken annak a gönyői férfinak a büntető tárgyalása, akit azzal vádolnak, hogy megölt egy fiatal lányt 2003. szeptemberében. A vádirat szerint autójával elütötte a kerékpárján közlekedő Tompa Esztert, és mivel úgy gondolta, hogy a lány meghalt, a csomagtartójába rakta és elvitte a helyszínről. Menet közben azonban hallotta, hogy a csomagtartóban a lány mozog, ezért elhatározta, hogy megöli, mert ha életben marad, be tudja őt azonosítani. A nyomozás szerint az áldozatnak a közlekedési baleset következtében legfeljebb 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek volna. Fokozott ellenőrzést rendelt el az országos rendőrfőkapitány Magyarország teljes közigazgatási területére, közölte az országos rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy a rendőrkapitány június 30-án 24 óráig rendelte el az ellenőrzést, amelynek célja a jogsértő cselekmények megelőzése és felderítése lesz. Rendhagyónak mondható tűzoltó előadást tartottak Győrben a Péterfi óvodában. Az 5-6 éves gyerekeknek a katasztrófavédelem munkatársa mutatta be játékos formában, mit is kell tenni, ha valaki tüzet észlel. Az óvodások játék közben egymás között sajátították el a fontos tudnivalókat. A győri Péterfi evangélikus óvodában már hagyományosnak mondható tűzoltó előadást tartottak a gyerekeknek. Mit gondoltok, ezen a nadrágon miért vannak ezek a sárga csíkok? Az, hogy este meglássák. Igen, nagyon helyes, mert ugye a tűzoltó bácsik nem csak nappal, hanem éjszaka is dolgoznak. A katasztrófavédelem munkatársa játékos formában próbálja bemutatni, mit kell tenni tűz esetén, és milyen veszélyeket rejt magában maga a tűz. Emellett pedig a tűzoltó szakmáról is sokat megtudhatnak a kicsik. 5-6 éves gyermek, hogyha tüzet észlel, akkor kinek szólunk, felhívjuk a veszélyekre a figyelmet, hogyha kifröccsen olaj, akkor mit kell neki tenni, illetve nem megyünk közel a tűzhöz, ott ahol a gáztűzhelyen az édesapa vagy édesanyja dolgozik, illetve nem a kályhához sem megyünk közel, nehogy megégesse magát, illetve valami veszély történjen vele. A gyerekek harmadik éve vesznek részt a játékos oktatáson, és sok mindennel találkoztak már. Így sokat megtanultak az évek során a témából. Mit gondoltok, hogy miért kell szikramentes bronzkulcsnak lenni a tűzoltóknál? Olivier? Azért, mert hogy a tűzoltók
a kocsira rá tudják csatlakoztatni a tömlőt. Azt szeretnék elérni, hogy már 5-6 éves korban tudatosuljon a gyerekekben minden, amit ilyenkor el lehet már sajátítani a tűzről és a tűzoltásról. Nagyon érdekes dolgokat mond a gyerekeknek Csaba, mutatja meg a különböző tűzoltáshoz használt eszközöknek a használatát. Néhány napig bent van a csoportba, és hát fantasztikus, amilyen ötletes játékokat kitalálnak vele a gyerekek, és közben persze elsajátítják azokat a nagyon komoly dolgokat, feladatokat, hogy egy kisgyermek hogyan tud hozzájárulni a környezete védelméhez és biztonságához. A nagy sikerre való tekintettel a 3 éve kezdődő kezdeményezést a jövőben is szeretnék megtartani az óvodában. Taylor Lang nyerte a Highlands of Hungary-t, az elismerést Szabó Konrád profi BMX-es vehette át. A Super Channel 5 éve indított kreatív versenyén 55 jelölt mérkőzött meg egy közel egy hónapig tartó közönségszavazással, amelynek eredményét a budapesti Katona József Színházban rendezett gála esten hozták nyilvánosságra. A győztes a Taylor Lang lett. Szabó Konrád profi BMX-es 2014-ben kezdte el barátaival építeni Győrben azt a 4000 négyzetméteres pályát, amelyen tavaly már megrendezték az első nagyobb versenyt az extrém bringásoknak. Első hazai Bajnokok Ligája középdöntő mérkőzésére készül a győri Audi Eto KC. Az ellenfél a sorozat egyik újonca, a dán Nyköping lesz, akik azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy a csoportkörben legyőzték többek között a Bukarestet is. Hazai pályán köszörülné ki a Bukarest elleni vereség okozta csorbát a győri Audi Eto. A zöldfehérek a BL középdöntő első mérkőzését 6 góllal veszítették el, de azt mondják, tanultak az ott elkövetett hibákból. A védekezésünket kell majd még jobban összerakni, meg a támadójátékunkat is, hiszen a Nyköping egy elég kemény védekezést mutatott az elmúlt mérkőzéseken, úgyhogy elég nehéz lesz őket feltörni, de hát azon leszünk, hogy feltörjük azt a védelmet, és hogy jó játékot tudjunk nyújtani támadásban is. Az ellenfél ezúttal a dán Nyköping lesz, aki kis és sötét ló a mezőnyben, hiszen először szerepelnek a BL-ben. Ugyanakkor a Bukarest mögött a második helyen jutottak a középdöntőbe. Az lepett meg minket nagyon, amikor a Bukarest ellen nyertek, mert tényleg nagyon jól játszottak. A visszavágónál már kevésbé, ugye a Bukarest ellen mi se teljesítettünk hű de jól, mert nagyon sok sérültünk volt. Próbáljuk nézni őket, hogy nagyon sok beállóval összejátszás van, majd ezt próbáljuk majd megakadályozni. Ennek megfelelően alaposan kielemezte a szakmai stáb az ellenfelet. Nagyon gyors labda fölhozatal, gyors indítás, 7-6 elleni játék, pozíciós játékba, fölállt fal ellen is egy megszokott skandináv stílus, ezt várjuk tőlük. De én azt gondolom, hogy inkább a saját dolgunkra kell koncentrálnunk 70-80%-ba. Természetesen fölkészülünk belőlük nagyon tisztességgel, mint mindig. Játsszuk a saját játékunkat, és próbáljuk rájuk erőltetni, tiszteletbe tartva az erősségeiket és a gyengéiket egyaránt. A találkozó rendhagyó időpontban hétfőn 19 órakor kezdődik az Audi Arénában. Március 23-a és 25-e között Sopronban rendezik a női kosárlabda Magyar Kupa 8-as döntőjét. Erről a héten döntött a Sportági Szövetség, amely a korábbi sorsolás alapján a programot is elkészítette. Március 23-a péntek, a CMB Kargóni Győr a Zalaegerszeg ellen kezd majd 1 órakor, ezután jön a Ceglét Szekszárda, a Peac Pécs Sopron és a Pink Pécs Diós Győr mérkőzés. A 4 győztes másnap vívja az elődöntőt, a finálé és a bronzmes pedig vasárnap lesz majd. A Credobusz Mosonmagyaróvár 12 játékost igazolt, hogy megállja a helyét az NB2-es bajnokságban. Jelenleg elég hektikus a csapat eredményessége, de remélhetőleg a következő szezonban egy összeszokott gárda lép majd pályára hétről hétre. A Credobusz Mosonmagyaróvár az NB2 15. helyéről várja a bajnokság folytatását. A február végi szezon kezdésre már javában tart a felkészülés. Ebbe a programba sűrítették bele az Alkufer kupát is, ahol inkább a részvétel volt számukra fontos. Ez egy meghívás, ami ugye, környékbeli összes csapat elfogadta a meghívást, köztük mi is, de délelőtt edzőmérkőzést játszottunk a szlovák Inter Bratislavával, nekünk az volt a fontos természetesen. Az új alakuló csapat előtt az elvárások már körvonalazódnak. A fő cél mindenképpen a stabilabb, kiszámíthatóbb játék. Elég hektikus volt a szereplésünk, viszonylag jó kezdtünk, aztán kijöttek a nehézségek, volt egy-két sérülés is,
úgyhogy a végére tudtuk rendezni úgy, ahogy a sorokat, akkor már voltak pontszerzéseink, olyanok, amikre azért azt gondolom, hogy nem biztos, hogy minden szituációban számítottunk, de azt kell, hogy mondjam, összességében a 23 elért pont a maximálisan elégedett vagyok, hiszen nagyon-nagyon nehezen indult ez a szezon nekünk. Most a tél folyamán természetesen próbáljuk tovább erősíteni a keretet, megpróbáljuk színesebbé tenni a csapatot, hogy ne csak védekezzünk és abból próbáljunk megnyerni, hanem próbáljunk kezdeményezni is a mérkőzéseken. Hát aztán meglátjuk, mennyire sikerül, bizakodó vagyok természetesen. Az alapozás közepén most az erőnlét megszerzésén dolgozik a stáb, aztán fokozatosan átveszi a szerepet majd a játék is. Jobboldali védőt igazolta a Gyirmót FC Győr. A kék-sárgák másfél éves szerződést kötöttek a 28 éves Villám Balázzsal, aki a Budapest Honvéd csapatából érkezett. Pályafutása során közel 50 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, és tagja volt a fővárosiak tavalyi bajnok csapatának. A gyirmótiak egyébként jelenleg Horvátországban az Istria Winter Cupon szerepelnek, ahol szombaton az 5. helyért lépnek majd pályára. Egyedülálló újítást vezet be a Győri Petszaladár Kórház. A betegek azonosítására szolgáló csuklópántokkal követni is tudják a paciensek mozgását. Több százezer forintnyi kárt okoztak Tápszeg Miklóson a sorozatos betörésekkel. Az elkövetők az óvodában és az iskolában is károkat okoztak. A Bukarest ellen elveszített első középdöntője után győzelembe készül a Győri Audi Advokácia női kézilabda bajnokok ligájában. Gáspár Milán ma is elhozta nekünk régiónk legjobb programjait. Szia Milán, milyen programokat ajánlasz nekünk a hétvégére? Szia Zsuzsi, köszöntöm a nézőket! Misi Mókus kalandjai kelnek életre vasárnap a Vaskakas Báb Színházban. Vörös mókus országban sokféle mókus él, de van egy dolog, ami azonos mindannyiuknál, a farkuk színe, kivéve Misinek, mert neki fekete. Egy nap, amikor éppen ő őrzi a mogyorókészletet, ellopják az összes diót, mogyorót és gesztenyét, így félő, hogy élelem nélkül maradnak télire. Aki kíváncsi a kalandra, 11 órára menjen a Vaskakas Báb Színházba. Aztán Arany 200 címmel hétfőn 15 órától Tatabányán a Vértes Agórájában lesz egy előadás, ahol egy 12 tagú nagyzenekar, két színművész és két balettánc művész idézi meg Arany János költészetét. A belépés a rendezvényre ingyenes. És végül egy fertődi program, itt lép fel ugyanis hétfőn Kis Ádám. A Duma Színház 18 órakor kezdődik a Kulturális és Szolgáltató Központban. A Kis Ádám a Nagyvilágban című est műsorvezetője egy másik ismert humorista, Beng Dénes lesz. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Esőmentes, azonban szeles lesz a szombat az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. Szombaton a reggeli órákban még nem erősödik meg a légmozgás, azonban már felhős időre ébredünk, hajnalban plusz egy, reggel pedig plusz 3 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szombat délutára is maradnak a felhők, csapadékot viszont nem hoznak magukkal, megerősödő légmozgásra azonban számítani kell. A szombati maximum értékek 3 és 5 fok környékén várhatók. A szombat este szél csendesen alakul, majd a felhők is eltűnnek fölőlünk, a tiszta időben 0 plusz 2 fokot mérhetünk majd. A folytatás igazából eseménytelen lesz északnyugaton, sem csapadékra, sem pedig szélre nem kell számítani a következő napokban a hosszú távú előrejelzések szerint. A vasárnap egyenesen naposan alakul, reggel és este mínusz 1, amíg napközben plusz 5 fokot mérhetünk majd. A hétfő enyhén felhős időt hoz a térségbe, de túlnyomóan napsütéses időjárás várható, reggel és este mínusz 2, napközben pedig plusz 2 fokkal. Kedre már több felhőt ígérnek fölénk, azonban ezek csapadékot nem hoznak. A nappali minimum mínusz 3, a maximum pedig plusz 1 fok környékén várható. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták február 2-án pénteken. Köszönjük figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órától várjuk Önöket. Jó pihenést kívánok mindannyiuknak, a viszontlátásra! Yeah.